sokan voltak kíváncsiak a Magyar Háztanács termének idei első tárlatára. Mezei Erzsébet most kiállított grafikái egy hidat képeznek a 90-es évek és napjaink között. Egy párhuzamot vontam a két időszak között. Tudjuk, hogy a 90-es évek elején milyen időket éltünk, és az nyilvánul meg tulajdonképpen ezeken az első ezen a cikluson, és itt pedig már egy újabb megközelítés látható a 2014-es képek között. 2010 óta már hagyományossá váltak a Magyar Háztanács termében megtartott kiállítások. Idén további 5 tárlatot terveznek. Nagy öröm, hogy Mezei Erzsébet vállalta, hogy kiállít nálunk. Az nagyon nem mellékes, hogy milyen tartalmúak azok a kiállítások, amik bemutatásra kerülnek. Üzenetet próbálunk megfogalmazni, eljutatni a befogadókhoz. Mezei Erzsébet 1989 óta foglalkozik grafikával. Leggyakoribb kifejező eszköze a monotípia, a montázsgrafika és a hidegtű. A maximumot mutatja be, tehát itt ami elfért, az pont nagyon jó arányokban mutatja be Mezei Erzsébet munkásságát. Egy nagyon fontos alkotóról van szó, akit érdemes megismernie a közönségnek, és mindenképpen ajánlom a közönség figyelmébe. Az Entai grafikus tárlatát 2 hónapon keresztül tekinthetik meg az érdeklődők a Szabadkai Magyar Háztanács termében.